Dimitro Kuleba, ukrán külügyminiszter a telemaraton adásában kijelentette, meg van győződve arról, hogy az Európai Unió egy későbbi szakaszban vezet be szankciókat az orosz gáz ellen, számolt be a Jevropejszka Pravda. Valójában a gáz jelenleg a legfájdalmasabb történet. És azt látjuk, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú gázfogyasztói arra készülnek, hogy megszabaduljanak az orosz gáztól való függőségüktől. De ehhez több időre van szükségük, tehát meggyőződésem, hogy lesznek gázszankciók, de nem most, hanem egy későbbi szakaszban, mondta Kuleba.